Én is tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet. Örülök, hogy itt lehetünk, hisz tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy hitetlenkedhettünk, hogy lesz-e itt híd valaha is. És amikor 14-ben újból elkezdtük a híd gondolatát felvetni, környékbeli önkormányzatokkal, országgyűlési képviselőkkel együtt, akkor voltak, akik egy picit megmosolyogtak bennünket, hogy hát mit akarunk mi. És ugye ma arról tudunk beszélni, nem csak beszélni, hanem látjuk, hogy itt komoly munka folyik. Már ugye földmunkát, gépeket, nagyméretű teherautókat is itt láthatunk, hogy itt már ez nem egy olyan alapkőletétel, ez visszavonhatatlan alapkőletétel ma, hisz már olyan előkészítő munkákon vagyunk túl, ami a tájban megmutatja, hogy tulajdonképpen hogy fog a híd, hol lesz a hídnak a helye, és hogy fog kinézni. Ugye ez a Duna híd, a 20. híd a magyarországi szakaszon a Dunának, és a nem távoli jövőben, ugye még mi Kompal jöttünk most át Paksról, ez volt a legrövidebb lehetőségünk, de két hídon tudtunk volna jönni, a Dunaföldvári és a Szekszárdhídon, de mind a kettő egy 70 kilométeres kerülőt jelentett, és értelemszerűen azoknak, akik itt laknak a régióban, ez nagy mértékben le fogja rövidíteni azt a távolságot, amit mindig úgy mondjuk, hogy Paks-Kalocsa között van, de ugye volt, aki ezt reklamálta is nálam, hogy ez Paks-Kalocsa híd lenne, akkor hosszába kéne megépíteni. Mondtam, hogy teljesen igaza van, csak az egy drága konstrukció lenne. Tehát ezért akkor ez Paks alatt épül, fogtő magasságát tudjuk, fogtőnél, és itt van egy jó működő növény olajgyár, ami még mellesleg ugye bővíti a kapacitását, tehát több munkahelyet fog tudni létrehozni a régióban. Tehát a közelség az azt jelenti, hogy Paksról bármikor, ha meggondolom magam, ezután, 24 után, amikor a hidat átadjuk, akkor akár kerékpárral, vagy autóval, a családdal, vagy egy másfajta fagyit szeretnék nyalni, mint ami Pakson kapható, akkor pár perc alatt Kalocsán vagyunk, és ugye egy történelmi belvárosba, ami Paksnak nem adatik meg, mert ugye Paks soha nem városnak épült, hanem egy kisebb halászattal, hajózással foglalkozó településnek, és ha olyan millióbe akar kerülni valaki Paksról, akkor ezt a milliót is érezhet, hogy mégiscsak egy történelmi városnak a főterén tud leülni, és ott ki tudja használni ezt a lehetőséget. Most tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy ahogy itt látni gépeket, az egész Magyarországot alapvetően azért jellemzi, de főleg Tolna, Bács-Kiskun megyét, az erőműhöz kapcsolódóan is rengeteg utat újítunk meg. Itt 330 km úthálózat felújítása fog megtörténni a közeljövőben, és lesz a híthoz kapcsolódóan, illetve az atomerőmű fejlesztéshez kapcsolódóan is több új útszakasz, akár Paksot elkerül, vagy Kalocsa déli elkerül útszakaszokat, hogy ebből 60 km teljesen új úthálózat fog megépülni, és tulajdonképpen azt fogjuk tudni, biztosítani, hogy akik ide érkeznek, akár munkavégzésre, vagy turizmusba, érdekeltek, azok jó, felújított, illetve új utakon tudnak itt sok helyen megjelenni, sok plusz élményben részesülni. Ugye azt is végig mondtuk mi, hogy egyébként az 1-4 blokk is megépült akkor, amikor építettük híd nélkül, megépülne, most is meg tudna épülni az 5-6-os blokk is híd nélkül, de ugye az első gondolatok, amikor körbejártuk Magyarországon a 41 települést, amikor elmondtuk, hogy milyen blokkot akarunk, és ugye ezeket a lakossági tájékoztatókat megtartottuk, és 3000 fő vett részt rajta. Ott mindjárt a kalocsai első és a fogtői, mert általában egy nap két tájékoztatót tartottunk, akkor mindjárt fölmerült,
a híd gondolata, hogyha itt atomerőművet bővítünk, építünk, akkor hozzunk már létre a két. És voltak olyan elképzelések, hogy nem is volt, tehát ami meg volt rajzolva, bármilyen ábra, az úgy nézett ki, hogy mintha Dunánnál véget ért volna Magyarország, tehát a Dunán tiszaközi településeket nem is rajzoltuk rá bizonyos térképekre, Paks vonatkozásában, tehát ezt meg kellett oldani, és tulajdonképpen első beszélgetések estején is tulajdonképpen Lázár úrékhoz tartozott akkor még az ő a miniszterelnökség gondnokságában történt a híddal kapcsolatos munkavégzés, akkor már én majdnem minden ilyen tájékoztatóan részt vettem, akkor még Paks polgármestereként, és akkor az első este ez beígérésre került, hogy akkor meg lesz ez a híd. És ez a híd azért kell, hogy összekössön bennünket, lehetőséget adjon az itt élőknek is, hogy akár bekapcsolódjanak a paksi munkába, de lehetőséget adjon arra is, hogy a paksó munkát végzők akár turizmus szempontjából, akár szállás lehetőség szempontjából, akár vállalkozás fejlesztés szempontjából. Most nyugodtan egy vállalkozó csinálhat Fogtői vagy Kalocsai telephelyet, mert innen is beszállítva nem sokkal messzebbre kerül, mintha akár Paks külső területén létesít egy telephelyet. Tehát ezzel egyértelműen megnő az a lehetőség, hogy innen is mindenki bekapcsolódjon, illetve hát a Kalocsa térsége, de nem csak Kalocsa, hogy ez a híd a többi híddal ellentétben, még a Dunajvárosi híd, a Szekszárdi híddal ellentétben visz valahova, mert itt egy jelentős bokortelepülés hálózat van Kalocsa környékén, nem csak az 51-esre rácsatlakozunk, csak akkor haladunk tovább, hanem itt ugye Kecses, Oltvadkert, Kiskörös térségét is behálózza, és mindenkinek tulajdonképpen eldöntheti, hogy a 6-os autópályán közelíti meg a fővárost, vagy elmegy az 5-ösig. Valószínű, hogy itt a környéknek legrövidebb csatlakozása a főváros irányába az a 6-os autópálya lesz, ami tulajdonképpen innen egy 11-néhány kilométerre lesz elérhető, hisz ha a térképeket megnézzük, akkor az látható, hogyha leérünk majd a hídról, akkor lesz egy közvetlen olyan út, ami gerjed, és az atomerőművet köti össze. Egy körforgóval tovább megyünk, ott a Dunaszentgyörgy Faddi útat keresztezzük, ott is egy körforgóval, utána a 6-os utat fogjuk keresztezni, és az 6-os út tengerészi csomópontján a 6-os autópályára följutunk, tehát Dunaszentgyörgyöt is elkerüljük, az erőműves forgalom, ha innen bármilyen ipari beszállítás van, akkor nem terheli Dunaszentgyörgyöt, hisz az a Dunával majdnem párhuzamosan futó új úton megközelíthető. És itt azt is hozzá lehet tenni, hogy nem csak akkor műszaki, ipari lehetőségek, hanem úgy, hogy Pakson az ingatlan árak elérték a budapesti árakat, az is valószínű, hogy a kalocsai környékbeli településeken is meg fog indulni akár az ide településből, vagy csak Paksol. Én már tudok sok kollégát, akik 4-5 éve a híd reményében már itt vettek a gyerekeknek ingatlant, mert azt mondták, hogy egy harmadáron meg tudták venni, és akkor innen a kapcsolat létre tud jönni bármikor. Ez ezután is így lesz. Tehát az, akinek már van ingatlan, a jó, aki meg ezt épít, tehát a tűzépen ugyanaz az anyagár, de ugye aki készen akar venni, annak lehet, hogy rosszabb hír, hogy akkor drágábban fogja kapni. Úgyhogy én az mindenkinek, aki részt vett eddig a híd előkészítésébe, és már a munkákba, csak megköszönni tudom a munkáját, és bízom abba, hogy a vállalt határidőre elkészülünk, és itt is mi számtalan fejlesztést. Ugye a laktanya már a birtokunkban van, és azt szeretnénk iparilag hasznosítani szállás lehetőségek kiépítésére. Ez a híd elkészülésének függvényében
módosulhat, de mindenféleképpen is szeretnénk egy jelentős létszámot itt elhelyezni. Annyit szeretnék még, hogy ahogy ez a híd is, ugye ma alapkőletételnél vagyunk, Pakson is be fog következni, hogy le fogjuk rakni hivatalosan a alapkövét, hisz már épületek építése zajlik. Van 3 irodaépületű lassan beköltözhetés, egy a területen a konyha betonszerelő, vasbeton szerelő épület alapozása zajlik. A hatóságnál bent van tavaly 6. hó 30 óta létesítési engedélykérelmünk. Ez szeptember 26-án bízunk benne, hogy meg fogjuk kapni, és akkor tulajdonképpen évvége körül át tudunk az egyes fázison, az előkészítés, tervezés fázisából 22 elején, 21 végén át tudunk lépni az építkezés fázisával, ami a főépület munkákat jelenti. A főépület munkáinál gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 23 végén fogunk eljutni oda, hisz egy 8,5 millió köbméter föld kitermelésével járó munkagödröt kell nekünk előbb kiásni, és abban egy 3,4 méter vastag vasbeton szerelőlemezt elkészíteni. Erre épül az egész erőmű. Ezzel úgy gondoljuk, hogy 23 végére tudunk ezzel a szerelőbetonnal végezni, és tulajdonképpen az érdemi, hogy kifele jövünk attól kezdve, nem lefele megyünk az építkezés során, hanem kifele jövünk a földből. Ez a egyre láthatóbb nyoma lesz, hogy a tervezett befejezési határidő, amikorra már lepróbálva, működtetve és kereskedelmi üzemre alkalmas állapotban van a blokk, ez akkor 29-30-ra mondjuk mi, és mi szeretnénk még ezzel a lehet gyorsítani, de ugye egy atomerőműnél mindig, mivel 60 évre tervezünk, ott legfontosabb a biztonság, a jó minőség. Ha lehet, gyorsítunk, ha nem lehet, akkor ezt a szempontot, hogy 60 évre épül, és 60 évig ennek biztonságosan üzemelni, akkor készen leszünk, amikor a szakma és a minőség ezt garantálja, de mondom, ma hangsúlyozom, ezt 29-30-ra szeretnék mind a két blokkot átadni. Úgyhogy ez záloga annak, hogy Magyarországon ugye a megújulók ellen abszolút nem vagyunk, nem egyszerű a megújulókat és a meglévő erőműparkot integrálni, hisz a megújulók időjárástól függően állnak rendelkezésre, a villanyra pedig mindig szükség van, amikor a fogyasztónak szüksége van rá. Az atomerőmű jelenleg is Magyarországon a legolcsóbban állítja elő a villanyt. Paks áramos, de amit önköltségi árként kap, és ezen benne van a központi nukleáris alap, és mindig az ellenzék azt mondja, hogy a hulladékkezelés nem tartalmazzák a költségek, de tartalmazzák, mert az az elv, hogy aki húzza a hasznát, és ugye aki fogyasztó húzza a hasznát, az fizesse is meg az ezzel kapcsolatos elhelyezését a hulladéknak. Ez körülbelül 2 forinttal terheli a villamos energia termelési költséget kilovattóránként, és a nukleáris pénzügyi alapba ez befizetésre kerül 25-30 milliárd forint per év, tehát ezzel együtt is a paksi atomerőmű villany a legolcsóbb, most körülbelül 11 forint 50 lett kap érte, ilyen áron adja tovább a MVM kereskedőnek. A naperőművekben megtermelt kötelezőn át vezető áram értéke, ára az pedig 32 forint.